Szeretettel köszöntöm mindazokat a testvéreket, akik távolban követik ezeket a tanításokat. És hát ugye előző két tanításban egyértelműen elhangzott, hogy vannak a hamis proféták, és vannak a Istennek profétái. És megtudtuk a Szentírásból, hogy az Istennek a profétái több ezer évvel ezelőtt elmondták a proféciát, és beteljesedett kivétel nélkül, szó szerint minden. Ezek az Isten profétái. Miért hangsúlyozom ezt ki? Mert szeretném helyre tenni, hogy a Szentírás honnan származik. Mert annyi sok sötétséget és butaságot lehet hallani keresztény szájból, hogy ez egy csillalmas egylet. Ugye emberek írták. Most először is tisztázunk, vannak az emberek, akik kínszalaggálnak, lopnak, csalnak, hazudnak, semmi közük is lehet. Aztán vannak az Istennek a szent profétái, akik csak azt szólják, amit a mennyei atyától hallanak. Oltári nagy különbség. Persze ők is emberi testben vannak, csak egy nagy dolog van ottan, hogy ők már Istennek a barátjai, Istennek a profétái, Istennek az emberei, és ők csak Szent Szellem által szólalnak meg. Mit mondod, ige? Bölcs vagy, ha már nyelvedet tudod tartóztatni. Mint egy kincses láda. Te mikor megszólalsz, az építő legyen mindenkinek a számára, a fenyíték is, hiszen maga Isten azt mondja, aki te szeretek, megdorgálom, megdorgálás nélkül nincs újjászületés. Ez olyan, mikor egy gyermeket nevelsz, annyi sok mindent tesz, itt lop, meg ellopja a szomszédtőt, te meg megdicséred, nem fenyíted meg. Igaz? Milyen lesz? Neveletlen. Na de térjünk vissza a dolgokra. Ilyen butaságokat és sötétségeket lehet hallani. Emberek írták. Egyszer, menjünk tovább. A Báruk könyve, Noé könyvét megtalálták, meg apokrafi iratokat, meg ezt találták, meg azt találták. Testvéreim az Úrban, ezt mind az ördög csinálja. Miért? Fölhigítja a Bibliát. Siralmas helyzet van. Rengeteg sok hívő van, semmi köze nincsen Szentírástól való bibliai ismerete, és becsapott állapotba kerül, és az ördög ezt kihasználja. Ilyen könyv, olyan könyv, amolyan könyv. Kételem voltam elolvasni, hát én a könyvet már 15 évvel ezelőtt a kukába bedobtam. Miért is? Majd a Szentírás fogja itt leigazolni, aminek itt benne kellett lenni, ez mind Istentől van, minden egyes szó, hogy Jézus Krisztus mondja, itt egy jóta el nem veszhet, míg be nem teljesedik, mert a szent profétákon keresztül íródott. Isten emberei írták. Nem emberek hétköznapi dologban. Hát ha valakinek van egy kis sütnivalója, bocsánat ez a szóé, Szent Szelleme betöltekedett, az elkezdi olvasni, a katolikusok még ehhez hozzátettek még 7 iratokot. Makabeus 1, Makabeus 2. Valaki azt elolvassa, izzadságszagú, semmi köze, ott nincs Istenhez, aki azokat írta. Mert egyszerűen érzed, hogy ez olyan emberi beszédek, hogy csillan. És ezt csak Szent Szelleme betöltekezett emberek értik. És siralmas helyzet, hogy nagyon sokan emellett. Nekem az Énok könyv tette helyre. Mit tette helyre, testvérem? Az, hogy nem vagy az Úr, na, azt tett helyre téged az Énok könyve. Ez lesz így hozzá a nevénye, Jelenések könyve leírja. Nem átkodjon oklád. Ige írja, ne tégy hozzá a nevényel. Ugye az előző két tanítás erő teljesen megtanított bennünket, amit az Istennek a szent profétája írtak, szó szerint minden úgy van. Igaz? Több ezer évvel előtt megírták. Előre. Na most ennek az igék még rá fognak erősíteni. Szóval semmiféle Énok könyve, semmiféle Báruk könyve, hagyjuk már, ez egy siralmas helyzet, hogy keresztényeket ilyen alapon az ördög bevédje csapni, és a máshonnan szívják be a defekteket. Tudjátok, mennyi sok defekt van azokban a könyvekben? Hát aki nincsen szelleme újra születve, az nem tudja. A semmit se tud. Na ő egy testi ember. Honnan tudná már? Mikor a Szent Szellem jelenti ki, és főleg a mai világban, ugye a Szent Szellem mellett küldve, hogy Úr Jézus Krisztus a drága vérét kiontotta értünk, hozott egy új szövetséget. Nem a Ószövetség, nem a Betűszövetségét, hanem a Szent Szellem által való szövetséget hozta.
Mit is az az új szövetség miatt? A szellemi szövetséget hozta, a szerepet szövetségét. Szeress fele barátodat úgy, mint önmagadat. Mit mond Úr Jézus Krisztus? A parancsolatokat Szent Szellem által be kell tölteni. Nem betartani, mint régen. Betölteni. Szeretet. Megütik a jobban szádat, tartsod a bal. Hogy tudsz ilyen állapotba kerülni? Csak úgy, ha ezek az igék neked a szívedbe mennek. Mi ennek az akadálya? A nagy ego, a nagy kevésség, és hadd ne soroljam, a bűn választ el bennünket Istentől. Annyi közöd van Istenhez, amennyi a te ima életed. Ezt tegye mindenki helyre az ő szívébe. És tudja már is, hogy hol áll és hol nem. Figyelj, mert hogy mi történik. Ebben a korszakban az Isten fiai bennünk lakozó Szent Szellem tanítja meg az Isten gondolataira, akaratának megismerésére, igén keresztül. Na most, ha te nem töltesz az Úrral időt, maga az igét is, ha igét, nem csak olvasod, azt jól van, ezt is letudtam, hát az egy semmi. Hanem megfog az ige tégedet. Hogy fölötte sírsz és merbe vág Isten? Ő maga az ige. Ő maga a szeretet. Nem lesz akkor újjászületés az életedben. Ez nagyon fontos, kedves testvéreim. De, hogy szoktam mondani, beszéljen az ige, figyeljetek. 2 Timóteus 3.16. Ezt írja. A teljes írás Istentől ikledett. Megállok. Ki az a sátán munkás, aki ezt fölül mer íberelni? Sok van ilyen. Emberek írták azt, hogy ilyen legyített buta szöveggel. Hát ilyet, aki beszél, az csak is sötétségben lehet, nem Isten embere. Ez így van, finoman fogalmazunk Biblia szerint. Vagy világosságban vagy, vagy sötétségben, de Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy a sötétségből világosságra hozzon. Akkor ez neked nem kérdés. Mikor Jézus azt mondja, hogy jóta el nem veszhet, míg be nem teljesedik. Le van írva, ki tudja már korszakka ezelőtt Istennek egy korszak, egy világ korszaka, 24.800 év. És le van írva már. Előre. És ugye az előző tanítások leigazolták, hogy minden úgy történt, hogy a szent proféták írták. Mert a szent profétákon keresztül, azaz ők az Isten emberei, íródott a szentírás. Igaz, tényleg azok is emberek voltak, még egyszer ismétlem. Azok is emberek voltak. Csak azok szent emberek voltak, hallották az Istennek a hangját. Nem az ördögét, hanem az Istenét. És így íródott a Szentírás. Hogy itt ne igazolja. Teljes írás Istentől ikletett. Hasznos a tanításra, igaz? Hát a szívbe megy be, mindenképpen hasznos ez mindenkinek. Fedése. Megfedi. Nem hagyhatja mi a pásztor engedi azt, mikor jó elmegy, tudja, hogy az a részre repped, mert ezzel méreggel, aztán jó meg elindulott egy-kettő úgy magának abban az irányba. És tudja, ha abban az úton megy, meg fog dögleni. Dögleni állatra, így szokták mondani. Most itt a juhokról van szó. Mikor tudja, hogy a széles csük útról lemegy a széles útra, meg kell, hogy dorgálja. Fel, hogy azt higgyétek, ez olyan jó feladat. De Isten az embernek a szívére helyezett, én fejemen fogják számon kérni, ha a bárányok a széles útra visszamennek. Az, maga a vétel jó, igaz? Szent szellemi kenyér, Úr Jézus Krisztus szavai. Egyfajta a belül beszélünk. Csak itt a szívbe kellene, hogy bemenjen mindenki, meg kell, hogy erőszakolja a testnek a kívánságait. Már az aztán visszapokolta tégedet. Figyeld, menjünk tovább. Feddésre. Megjobbításra, hogy alakuljál, tisztuljál. Ez csak a lige jó erre. Igazságban való nevelésre. Ez itt más igazság nincsen, egy igazság van csak, az a szentírás, ha benne van a neve, szent és igaz. Hát ez a szentség szó, hát ez nem a katolikusok szájából hagyjuk majd itt már, Szent István, Szent Imre, Szeremit, gyilkosok voltak, miért beszélünk már. Nálunk mindenki szent. Szétlopja az agyát, az is szent. Gyilkol, az is szent. De a Bibliának a szentsége, ez egy kicsit más. Az Isten embere.
azt, ahogy mondja a Biblia, és akit én szeretek, megdolgálom. Beteszi az óra borsajtóval. S jönnek a bajok ám a fejedre, meg a mindenféle, hogy megszabaduljattad mocskos démonoktól, mert másképp nem tudsz megszabadulni. Te magad akaratodból nem tudsz, és ha nem tudtál újjá születni, akkor a testtel állsz ellene az ördögnek, a bűnöknek, hát mindig elbuksz. Éppen nyomon elbuksz, el is buksz. Hát hiszen a kevélyeknek ellenállatod, még azt sem mondhatod, Uram, segítsél. Hát nem segítek, hát nem veszed észre, hogy ellened állok, hát mész az éles úton. Ha magad Uram vagy, állok ellened. Erről is vesz már egy tanítás. Aztán aki a szívébe beengedi, beengedi, aki nem, mit tudsz tenni? Figyelj! 1 Korintus 2.10.13 oda megyünk. 1 Korintus levélre. Hallgat egy ösőbe. Bemegyünk oda, kedves testvére, hogy elhisszem, már tornogorodtunk. Igen, háborog a szívem, mert látom, hogy a keresztények meg a hívők a széles útra. Ahogy a Galatai levélben mondja Úr Jézus Krisztus, elindultatok a jó úton, aztán a széles útra mentek vissza. Hát ki ígézett meg benneteket? Így jön. Pál apostol is fő volt háborodva, gondolod, de oda tette az életét, ugye aztán azt ő még azt főképpen oda tette, ki tudja hány millió kilométert körött neki zsétálni, mert nem személykocsival jártam. Nagy kényelembe beugrunk, osztott vagyunk, igaz? A gyülekezeti helyen. Hanem ő neki gyalog körött menni. És akkor figyeld, a nagy munkát beléjük tette, szabadító szolgálat, stb. Minden volt, ugye, mert ördögöt is üzött, anélkül nincsen szabadulás. És akkor egyszer csak elindulnak a széles úton. Akkor a te munkád félre van dobva. Aki tényleg a szívén hurcolja azt, ahogy maga Pál apostol mondta, és szövetséget kötöttem Istennel, hogy benneteket az Úr elé állítsalak. Hát nekem is ez a szövetségem. Nem a széles úton mentek, az Úr számon kér engedett. Mindjárt oké. Szóval, kedves testvéreim, 1 Korintus, 2. fejezet, 10-től 13-ig föl fogom olvasni az igét, ami ezt mondja. Nekünk azonban Isten kijelentette, tessék velünk tovább, emberek írta. Hát nekik Isten kijelentette. Azok úgy beszélgettek Istennel, mint mi egymással. Hát de mi is tudunk Istennel így beszélgetni. Hát ha még nem beszélgetsz így Istennel, ez a te vagy az akadálya. Az önök készülékében van a hiba, nem az Úréban. Ő az Úr azért irgalmas, hogy mindenkit vár, hogy megtérésre jusson. Jó? Mindenkit. Szóval, nekünk azonban Isten kijelentette az ő szelleme által. Szóval kijelentést a testi keresztény csak az ördögtől fog kapni. Aki meg az Úrnál van, a Szent Szellem szól neki. Mert a szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. Mindent tud. A szellem, ha már te Szent Szellemmel újjá születtél, akkor te mindent meg mélységében vizsgálod az igét is. Neked egy kicsit másképp szól az ige. Mindenki csak olvassa. Annak sehogyan se szól. Megy a buksiba, az lépten nyomon mindig csak a bajok. Figyelj! Mert kicsoda tudja az emberek körül az ember dolgait? Hanem az embernek szelleme, amely Istentől van eleve, amely ő benne van, azonképpen Isten dolgait sem ismeri senki, hanem az Istennek szelleme. Szóval itt a Szent Szellem által a te szellemed folyamatosan tisztogatás alatt van, és azon keresztül tudod elvenni Istentől dolgot. Mi pedig nem e világnak szellemét vettük. Ugye? Ez a nem mindenki. Hallalúrét. Hanem Istenből való szellemet. Hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Anélkül senki nem ismeri meg. Az ajándékot sem. Nem tud beélesülni a te ajándékot sem. Amit Isten veszülettél, az ott van bennem. Csak sok esetben az ajándékot az ördög használja.
Ezeket prédikáljuk is nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít. Nem. Fölolvassuk testből, az jól van. Az semmit se ér meg. A szentelem tüdese, ereje se, semmi nincs benne. Isten se. Hanem csak testből, izzadság, szavúval lemegy a tanítás, azt mondja, figyelj, azt mondja. Melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít szellemiekhez, szellemieket szabván. Hát a szellemi a szellemnek szól, hanem a testnek. Megy a buksiból, csak az egó növekszik a tanítás által. Megyünk tovább. 1 Korintusnál vagyunk, 14:37. 11. fejezet, 37-es ige versét szeretném felolvasni. Ha mert mondja, figyeljtek. Ha valaki azt hiszi, hogy ő proféta vagy szellemi ajándék részese, vegye eszébe, hogy amiket néktek írok, az Úr rendeletei. A Pál apostol még a vécére sem mert elmenni engedély nélkül. Mindent az Úr cselekedett életet. Minden egyes betű írás az Úr rendeletei. Ki az a sötét ember, aki azt meri mondani, hogy emberek írták ezt a szentírást? A nagy sötétségben van. Az egy nagy testi járhat különböző felekezethez, de semmi köze nincsen Istenhez. Aki ilyeneket beszél, semmi köze. Biblia azt mondja, ők az istentelenek pusztulásra lettek teremtve. Be sem megy neki. Be sem megy neki. Itt minden az Úr rendeletei. Isten tavatolja, hogy Isten által íródott a Szentírás. Hát ki mene ehhez hozzátenni, meg elvenni? A bátor, aki a széles úton megy, akinek nincs köze Istenhez. Akinek van köze, ne félj, a Szent Szellem vezeti őt. Menjünk tovább, kedves testvérem. Lukács 1:70. Lukács evangéliuma. Mindjárt megyünk. Első fejezet, 70. verset fogunk elolvasni. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Olvasom, kedves testvére. Igen. Lukács első fejezet, 70-es. Amint szólott az ő szent profétáinak szája által, kik elejétől fogva voltak. Szóval Istennek mindig voltak szent profétái, akik az igazságot profétálták, és az igazságot leírták, vagy ahogy az imént olvastam az igébe, Szent Szellem által indította őt az Úr. Hova menjen szolgálni, mit írjon le, ott le van írva. Ezek mind az Úr rendeletei, ami itt benne van. Hát milyen sötétségbe kell már lenni annak a személynek, aki különböző könyveket még teszeget hozzá, meg emberek írták. Te jól látod, hogy kezdem. Ez egy síralmas helyzet. És elég síralmas helyzet még a hívő élet is. Elég síralmas helyzet. Lukács 2:26. Felolvasom, testvére. Amelyet mondja nekünk. Olvasom. És kijelentette nékünk. Kijelentés alapján történt minden. A szolgálat és a szent leírása, a szavak, minden. Itt senki nem mert emberi testbe hozzátenni semmit sem. Kijelentette nekünk a Szent Szellem által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. Ez kinek? A Simonnak jelentette ki, mert itt előtte való ige írja, hogy képbe legyetek. Simonnak kijelentette a Szent Szellem, figyelj, mit jelentett ki? Ezt. És ő szellem indítatására a templomra méne, Isten indította, menj be a templom. És ő elment. Méne, és mikor a gyermek Jézus bevitték a szülei, hogy érette, törvény szokása szerint cselekedjenek, akkor ő a karjaiba vette őt, és áldá az Istent, és mondá. Tovább nem olvasom.
olvasom itt a lényeget. Szent Szelem által a Simon megkapta, hogy Úr Jézus Krisztust a kezébe fogja meg. Még le sem volt születve akkor. És a szent profétákon keresztül nézd meg, megtörtént minden szó szerint. Minden szó szerint, ugyanis az előző tanítás ezeket mind leigazolta. Ez csak épül erre rá, hogy több ezer évvel előre mindent megmondtak a szent profétákon keresztül. És van egy olyan ige, amit az Úr hozott föl, hogy Isten nem cselekszik addig, még nem jelenti ki. Ki jelenti, hogy mit akar cselekedni? Hogy rá tudjunk készülni. Ilyen csodálatos Istenünk van. Ő addig nem cselekszik, még nem jelenti ki. Szent profétákon keresztül, vagy az igen keresztül. Hát hiszen az ige szól hozzánk, ige maga Isten. Ha téged mellbevág, egy ige az jó, az tudd az, hogy az Istentől volt. És akkor ott annak te úgy cselekedjél. De ha jön az ego, a kevésség, meg se nem úgy. Akkor viszont nem várhatod, hogy a várdás jöjjön. Miközben Isten ellened áll. Hogy még jobban ne távolodj el tőle. Azért. Mert ha nem állna ellene, úgy el tudsz távolodni, hogy az igében le van írva, hogy valaki már úgy eltávolodik az Úrtól, nincs visszavuk neki. És az ige erre azt mondja, jobban járt volna, meg se tért volna. Mert akkor tudatlanságban volt, azt meg az Úr mindvégig elnéz neki. De mikor te már tudod, nem teheted ezt meg. Nem teheted meg. Így mindig az önkészülékében van a hiba. Nem a másikban. Figyelj, menj tovább. János evangélium, 16-13, hallod, dicsőség Isten. 16. ige vers János evangélium. 16-13-14 olvasom. De mikor eljön ő az igazságnak szelleme, már az igazság szelleme kell az elese mindnyájunkat, mindahogy a szent profétákat is ő. Elvezet majd titeket minden igazságra. Hát a igazságra csak úgy tudsz eljutni a Szent Szellemnek, ha jött, hogy vezessen. Az ego meg a test az a pokolba el tud eredni. Igen, ahol nagyon ügyes. De a szellemedet a Szent Szellemen keresztül adnak az igazság szelleme, ugye? Az már, hogyha őre hallgatsz, akkor szűk keskeny úton halasz tovább. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall és bekövetkezett őket megjeleníti nekik. Szóval nem magától csak úgy szólogat valamit, hanem nézd meg pont, amit mondtam, kijelenti neked előre, meg egyszer. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezett őket megjeleníti néktek. Előre szól a Szent Szellem. Mondjuk ne úgy csináld, mert nem lesz jó. Vagy ne menj arra, mert megint csak nem lesz jó, valahogy baj van ott. De ugye, aki meg nem hallja a Szent Szellem hangját, a szelleme nincsen megtisztítva, az mégiscsak megy bele. A bajba az út lesz tőle. 14-es igeves. Ő engem dicsőít, majd, mert az enyémből vesz, és megjeleníti nektek. Maga a Szent Szellem. Az az Úrtól veszi a lukást, adja tovább az embereknek, akiknek a szellemehez már tud szólni, és teljesen így vagyunk az Istennek a vezetése alatt. És akkor áldás alatt vagyunk. Akkor áldás alatt vagyunk. Akkor nem ellenünk állunk, hanem megtámogat bennünket. Nem mindegy. Ugye, újjá kell ehhez születni. Mindjárt ismeritek az igét, de ezt a tanításhoz hozzátartozik, ezt már hallottátok sokszor, meg talán mások is, de ne csak hallgatója legyünk az igének, hanem cselekvői, mert hogy újjá születés nélkül semmi sincs. Itt szépen Úr Jézus Krisztus a Nikodémusnak már a gyönyörűen elmagyarázza. Vala pedig a farizeusok között egy ember, neve Nikodémus, zsidók főembere. Ez jöve Jézushoz éjjel mondná neki, Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítól, mert senki nem tehet ejeleket, melyeket te teszel, hanem az Isten van vele. Ezt azért fölmérte a farizeus is, hogy hát ez az ember, ez az
Jézus ember, ez valami más, hát ez olyan dolgok, hogy csinálják, még senki nem tett. És akkor erre mondja Jézus, felele Jézus. Isten mondá neki, bizony, bizony, mondom neked, ez egy kicsit fenyítékes. Bizony, bizony, mondom neked, ugye egy erőteljesen a Nikodémusnak a Jézus az elmondta, ha valaki újra nem születik, nem látja meg az Isten országát. Kész. Tudjuk, vigyázz, itt ez a kulcs. Nem dőhát a szeret az Úr, ez egy fölháborító, síralmas tanítások ezek. Szeret az Úr, ebből az egy igaz. De bűnös ember, az biztos, hogy nem keveredik oda föl, meg a húsvér sem, aki nem született újra. Akármilyen aranyos. Házadat eladhatod, eloszthatod bárkinek, akkor se kerülsz. Még ha jó, hogy cselekszel is. De ha az Úrnál vagy, és cselekszel a jót, akkor eleve már jól fogod cselekedni az Úrnál vagy. Akkor a szíved állapota rendben van, akkor tényleg jön a tárgás. Na nézzük erre Nikodémust. Mondd el neki Nikodémus, hát mi módon születhet az ember, ha vén? Vajon bevehet az ő anyja méhébe másodtól is született le? Uff, te csinom kell. Ilyen sötétséget képzelni. Fölvezető. Anya méhébe, hogy tudok én oda visszamenni? Hogy milyen sötétségben volt, fogalmasra volt, mi az újjászületés? Tiszta testbű fogalmasra. És ilyenekből van rengeteg sok. És akkor az igazságot mondod neki, ne kárhoztassa, nem kárhoztat téged senki se. Van, aki kárhoztasson, hogy az ige mondja. Az ige. Én senkit nem kárhoztatom. Csak ige alapján tanítom. Nagy a különbség. Figyeljetek, menjünk tovább. Erre reagál Úr Jézus. Felele megint mondja neki, Nikodémus kámére figyelj. Bizony, bizony mondom néked. Nem születik vízből, az maga a test újjá köszönhetni, szellemtől nem mehet be az Isten országába. Szóval, hogy a Tesszalonika 5.23 leírja, hogy jön Úr Jézus Krisztus szeplőtlenül megkövárni a testnek is, tiszta kezeket emelsz föl, test, szellem és van a lélek, tudjuk azt mindjárt, azért megy a tusakodás. A léleke. Aki nem születik újjá, pokolba. Tüdes melegben ott lesz. Onnett visszaútni is tudjuk, a gazdag oda került, a gazdag, és akkor csirdogált, hogy az Úr engedje föl. Már jó lett volna, amit amúgy meg a kódus ott a ház előtt, ott a kódultal, ott nem adott neki semmit sem. De már a gazdagnak jó lett volna írni a Lukás könyvébe, hogy Uram, szóljál neki annak a szegénynek az ujját, tegye már egy kis vízbe, hadd csapattessen már, van forróság. Akkor a súlyából is jó lett volna egy csepp víz neki, a gazdagnak. Erre mit mondott Úr Jézus? Te elvetted a magad részét a földön, mikor voltál. Ez a gazdagság. Azért mondja, hogy akar, nem véletlen mondja. Gazdagok, itt már sírjatok, mert elmúlik a gazdaságotok, mint a fű. Tegnap zöld, ma meg már kiszállt. Mert senki nem tudhatja, mikor jön egy forgószél, vagy egy katasztrófosz, elment a banka, raktad a pénzedet, akkor az is elment. Vagy ha éppen otthon, Isten ne adja, de lesznek majd ilyenek, igen. És akkor egész hát eltűnt. Pénzzel eltűnt. És akkor van azzal volt a nónak meg kódus. Na szóval, ez a Nikodémusnak azt mondta, hogy elköszönt. Ami testtől született, test. Ami szellemtől született, szellem az. Ne csodáld, hogy azt mondom neked, szükség néked újonnan születned. Mindenkinek szólt, nem csak a Nikodémus. Újjá kell születnünk. Higgyétek el ezt az állapotot, ha mindenki oda kerül. Ki vagy éhezve az igére? Én most magamból beszélek. Ha nekem ritka az állap, hogy nem beszél velem. Ki vagyok éhezve, mint amikor egész nap nevettem, milyen jó esik az a falat. Mert igen, tudja, miről beszélek. És már alig várom, hogy semmi feladatom a földön ne legyen. Csak ezt tegyem. És így kerülök egyre közelebb az Istenhez. Így kerülök Isten félelemre. Így nem kevésségben leszek az Úr, nem ellenem áll, hanem az alázatosokat felemelem.
És akkor tudod, hogy növekedsz előre, akkor dördödnek azt mondod, takarod csörgdöm! Az el is takarodik. De mikor még a testi mondja, az ördög jó kirögi. Hát maradjál már, dobd meg a nyitott ajtót nálad. Hogy takarod már? Nekem nyugalapon vagyok, megyek nálad. És ez a folyamatos megbotlások. Tegnap is. Két napig bírtam. Harmadnap megint. Nincs olyan születés. Nincs Istennel kapcsolat. Mert azért kapod a Szent Szellemet, hogy betöltekezni erővel, és ellene tudsz állni a döbbenek, és elszabad. De van így, igaz? Jézus ezt bemutatta, hogy ez így működik. Pál is bemutatta, nem kellett neki, figyelj, én szellemben ott vagyok köztetek, tudta a bűnt. Nem volt ott a gyülekezet, ott leírja. Az éveket kizárjuk, már szellemben eldöntöttem. Ott a paráznaságról volt konkrétan szó. Nem kellett a gyülekezet legyen. Szellem kijelent. Hú, kedves testvérek, dicsőségünk vannak, ez volt a János áram. Akkor meg megyünk a János 14.26-ot szeretném felolvasni. 14. fejezet 26-os ige versét. Ami ezt mondja nekünk, kedves testvérek, azonban. 16. 16-os, 17-es ige versét olvasom János áram. De 14.26. Olvasom. Ama vigasztaló pedig a Szent Szellem, aki az én nevemben küld az Atya. Ő mindenre megtanít majd. Hát a Szent Szellem attól beengedett, az megtanít. Az meg azt is megmondja, na mostan olvasd a korintusi leveletet. Mely küld oda? Mert ott fogsz olyannal találkozni, ami mellbevág téged. Arra van most szükséged. Higgyetek el, ezt csinálja Isten. Majd a kevésségből fogok tanítani, mert pontosan adóra ezt tette velem. És milyen érdekes, még azt is kijelentette, figyeljetek ide, hogy a eredeti görög fordítást olvasd. Mert mikor ott le van az eredete írva, hogy a kevélyek azok kétszínűek, kétlelkűek, az Palinus jelen. A hétköznapi fordítás a Károliban nincsen, csak bűnösek. Nem is tudom, miről van szó. De ezt már tisztáztuk, hogy nagy defektes fordítás az. De hálát adok Istennek, hogy van több Biblia, Csia Lajos, többféle nörök fordításra le tudom ellenőrizni, és figyel a Szent Szellem, hogy vedett, ahogy itt elhangzik. Ő mondta, nekem elővettem. Kevénységet, de én meg a Csia Lajos is hogy írja. Ott is azt írja, kétsínű, kétlelkű. És az Úr utálja őket. Mert miért? Figyelj! Bejön a gyülekezet, boszta, eljátsza azt, minden rendben van. Már aki sokan vannak itt. Az közben kétszínű. Kétszínű. Az a farizeusoknak mondja ugyanezt. És ez az eredeti görögben, mikor azt olvasod, akkor döbbensz rá. Hát nézzük már meg ez, mit ír. Itt meg csak ti bűnösök. Mert mindenki bűnös, hát a rossz parányra gondolhatokban az is bűn. De itt egy külön kírja, hogy ez egy kétszínűség. Két lelkű. Kétszínű. Figyeljetek. Na így vedett a Szent Szellem. Figyelj. Ama vigasztaló pedig a Szent Szellem, aki az én nevemben küldte az Atya, ő mindenre megtanít majd titeket. Ezetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam nektek. Itt meg kell állni, mert megint csak a tudatlanok. Neked nem kell a Bibliát tanulmányozni, nyugodtan kukázd be, hát ember. A Szent Szellem esetbe juttatja ezt egy meg nem tért keresztény szájából hallott. Nem kell olvasni, és lefertőzött ott sok ember. Nem kell a Bibliát olvasni, a Szent Szellem esetbe juttatja. Hát vigyelj már, te testvérem, itt az ige igazolja le, ami már benned van, azt tudja esetbe juttatni. Ami már igen bement a te tárházadba, a Szent Szellem főhozza. De mi nincs ott bent? Na, hiába juttatom eszedbe, menj ott a hátsó szekrénybe, van 2 kiló lisztet elő. És előveszed, Szent Szellem szólt, ha akarsz kenyeret csinálni, de se jelen. Akkor hiába mondja a Szent Szellem, menj a szekrénybe, oda ott van a liszt. Tettél oda be?
Akkor, ha nem tettem oda semmit sem, én szoktam fél úton ki, ha nincs is ott. Hát ami nincs bent, az ott tud eszembe jutatni. Sehogy. Ez is egy hazug, defektes tanítás. És ilyenek hangzanak el vezetők szájából. De ki ilyen, ők milyen vezetők? Az ördögnek a vezetői. Itt, akit a Szent Szellem vezet, az van Istenne. Igaz? Egyértelmű. És a Szent Proféták, akik csak az igazságot szólják. A bűnt is kimondja. Mint ahogy tudjuk az igéből is, a Dávidnak is, mikor mondta a bűnt, mondta, na Dávid, ez te vagy! Ki mondta, figyelj, az igaz profétának ki kell mondani az igazságot a szemébe. Ha tetszik neki, hanem. Na de ebből épül, mert a Dávid azért mindjárt azért csak Isten, tényleg vagyok, bűnbánat, stb. És az Úr előtt kedves volt, pedig gyilkos is volt, paráta is volt, és látjátok, Úr előtt kedves volt, tiszta szívű meg. És apostolok könyve mondja, hogy bánjátok meg bűneitek. Nincs mellette megbánás, akkor a bűn folytatódik tovább. Na szóval. Kedves testvérem az Úrban, János evangélium volt ez, akkor most oda megyünk a János evangélium 20. fejezet 31-es ige versét szeretném nektek felolvasni. 20. fejezet 31-es ige vers. Mit mond nekünk? Ami ezt mondja, halleluja, dicsőség Istennek. Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus Krisztus Isten fia, hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Ebben kell hinni. És ezek azért íródtak meg. És máshol írja az ige, és a mi okulásunkra íródottak ezek. Na de ha nem okulunk belőle, a saját bőrünkön már tapasztaljuk. Az Úr az eleved állat, megtörettet ám. Egy darabig hosszú tőrő, nem is egy darabig, milyen hosszú évekig hosszú tőrő, igaz? Ez úgy dicsőség, egyre szeret bennünket. Nem csak mindjárt oda, lehet, hogy sokszor nem ártana, mindjárt oda csapnak, és akkor az ember felismerne, akkor előbb megtélne, de hát ez az Úr tudja, az idő nála. Dicsőség az Úrnak. Úgyhogy ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Isten Jézus Krisztus, az Isten fia, és hogy ezt hívén életetek legyen az ő nevében. Nincs más élet. Tudjuk az igéből is. Mit ír az ige? Majd erről is tanítás már megvan. Azt mondja, élet és az igazság az út. Nincs más. Uram, te vagy az élet vize, élet porrása, hova mehetnénk, mondja Péter. Hova, na, hova? Pokolba, ha máshova, bárhova mész, ott csak neked a pokol lesz a végeredmény. Hova mehetnénk? Ha te nálad van az élet beszédje. Jöjjetek ide, ha megszomjúhoztatok, idatok ebbe a vízből, soha nem lettek szomjasak. Kóstold meg, Úr Jézus Krisztus, lépj erre a szűk keskeny útra, olyan boldogság lesz a szívedben minden áldott nap, mikor fölébredsz, hogy ó, Uram, de jó, hogy mocskos disznót te megmentettél. Jó úton haladok, Uram. Még ha néha meg is bozlasz, de ha az Úrnál vagy segítő, nem két naponta, hát ha kevésségben vagy, akkor ellened áll, akkor nem tud emelni. Pont azért áll ellened, hogy ne tudj annyira eltávolodni, hogy már nem szabadsz. Mert így van ám ez. Leolvasok, hagyjuk ezt az imát is, már csak nyűg, nem történik semmi se. Kétszer-háromszor nem voltam, nem történik semmi se. Minek megyek én oda? Így csinálja az ember. Többen elmentek, ezt majd gyakorlatból is tudom mondani. De ez biblikusan is így van. Az ördög csak csepegtet mindig be az embernek a szívébe. Ért? Most nem, most ezért nem, most azért nem, most nem azért nem. Azt hallott azt kérdem, hogy semmit sem teszek elé. Hát ezt akkor tudod megtenni, akkor már szellemi vagy, mert már meg sem mered tenni. És akkor átgondolod eseményeket. Hát most ne menjek Isten tiszteletre. Mert éppen mit tudom én, na mindegy, hogy milyen nevet adunk neki, keresztelő, vagy bármi név lehet, és akkor gyere, és magadba leforgatod. Jó van, ott meghallgatom a nagyvilágiakat, igazán már nagyon nem is érdem, jó magamat, mire beszélgessek én, ott a Orbán Viktorról, ami az igen nem nagyon kell nekik, és akkor jobban el sem megyek.
És akkor már azt előre, te tudod. És így csak az Úr jelenlétébe megy. És elindul az áldás. És figyelj, de ki fogja mosni mindnyájunkból a világ dolgokat. Az Úr kimossa. Mert ha szereted még a világot, mit mond az ige? Akkor ott vagy. Mindenféle kívánság e világ bűne. Így írja az ige. És az Úr ebbe akar segíteni, hogy ezt kimossa mindnyájunkból. Ne legyen neked vágyódásod a világi dolgokra. Na, kedves testvérem az Úrban, dicsőség Istennek. Ez volt a 20.31-es igevers, így van. Akkor mostan felolvasom a Máté 3.11-et. Máté 3.11. Mit akar nekünk mondani a 3. fejezet 11-es igevers? Én ugyan vízzel keresztelek titeket megtérésre. A Jánosom, a keresztelő Jánosom. Vízzel keresztelek. De aki utánam jön, hatalmasabb nálam, akinek saluját hordolni sem vagyok méltó, ő Szent Szellem tüzével keresztel majd meg titeket. És nekünk Szent Szellem tüzes keresztségére van szükségünk. Nem a vízbe merítésre, az ott mehet a jóhivatalba, betoltak a víz alá, aztán lement a bűnös, kijött a bűnös, mindegy sem. Az ördög nem ment el. De Szent Szellem tüzében. Na most itt el az ige, és mit mond nekünk? Ez a János, már gyerekkorában tudjuk az igéből, Szent Szelleme betöltekedett. Hát ott írja, megfordult, mikor Mária elment, ugye? Hozzá a vendégségbe hozzájuk, és akkor mindjárt anyja méhébe, Szent Szelleme betöltekedett ez a János, aki az illésnek a szellemével született le. És ezt már az Ótestamentum testamentum ezt is leírta meg profétáltam, már küldöm néktek a Jánost az illés szellemével. És akkor a tanítók ott tusakodtak, beszélgettek, hát illés megjött már Jánosban. És ezt a Jézus nekik le is igazolta. Illés ma megjött. Kedves testvére, mindenki gondolkozzon el ezen. Ez az illés visszajön. Mi ez? Mire hívják ezt? Illés szelleme visszajött Jánosba. De van írva több helyen is. Hú, ne beszélte itt semmiféle reinkarnáció, semmiről se beszélje. Na figyelj ide, kedves testvérem, te nem tudtad, hogy talán szó születtél, amíg eljutottam már oda, hogy a szűk keskeny úton komolyan veszed és azon haladsz. Honnét tudjuk ezt? Honnét tudjuk, hogy már az előtt is volt föld, le van írva. Igen? Honnét tudjuk, hogy ezen a földön is káosz volt az Úr tett rendet, megszületett Ádám, Éva, és így tovább. És honnét tudjuk ezt, mikor le van írva a Jelenések könyvébe, hogy az előtti földet a vízmartaléka vitt el Noé idejében a sok bűnössel együtt. Ó, mostan meg azt tudjuk a Jelenések könyvéből, hogy miután az utolsó ítélet is meg lesz, az Úr új földet fog teremteni, mert le van írva a Szentírásba, hogy ez a föld meg a tűzmartaléka lett. A kedves testvérem, mi ez? Tudjuk az igéből azt, hogy majd akik cselekedeteik meg a hitük alapján kétféle életkönyve van, egyik a bárányé, akik elragadtatást nyernek, azok oda vannak beírva, szellemvilágban meg vannak pecsételve, és tudjuk azt, hogy van egy életkönyv, amit alaphangon be lett írva, kis piroska, megnézik, jó utolsó ítélet, nézzük meg, milyen volt a cselekedet, de hát elég jó volt. Jó, akkor az új földön fog lakolni. Hát nem van írva. Hát az, hogy a gyengébbek ezt nem értik, hát ezt nem is lehet testtel érteni, testvéreim ezeket az írásokat. Lehet háborogni, hogy ilyet még nem hallottatok. Szóval, kedves testvérem az Úrban, és ők ott fogják folytatni. Honnét tudjuk, hogy bűnösök? Honnét tudjuk, hogy megint csak a Jelenések könyve egyértelműen leírja, hogy lesz az élet fájában, ami minden nap új, minden hónapban új teremtést hoz. Az az egy van, mindig teremni fog. Termést. És le van, mit? Termést hoz. Termény. Termést. Termést.
És ugye egyértelműen le van írva a fa levele meg a pogányoknak a gyógyulására lesz. Akkor azok megint ott lesznek. Hát ott hát. Hát nem az igaznak kell az Újföldön lenni. Hát vigyelj már, de nekünk ott fönt az a célhatár. A Jézus Krisztus azt mondta, fölmegyek a mennyei atya jobbja mellé, csinálom a helyet nektek, ott ti is ott legyetek. Na milyen fajn. De nem csak nektek, aki hisz a ti beszédeteknek, azok is. Akik hisznek ezekben a beszédekben, őnekik is az Úr készíti. Ott van a helyet. Halleluja, dicsőség. És akkor meg leírja a Péter is, kedves testvéreim, új eget és új földet vádunk. Akkor most kimerítem megszólalni, hogy 6000 éve van a Földönnél. A nagy teológusok mondják ezt. Testből. Hát testből nem is lehet semmit. Van egy csak sötétséget lehet szól. Ha, testvéreim. Szóval ez volt a Máté 3.11, vagy föl sem olvastam. Ez volt. Ez volt a 3.11. De föl is olvastam, igen. Szent Szellem tüdővel kerettel meg titeket. Kész. Itt nincs mese. Itt Szent Szellemi keretséget kell venni. A másképp esélyed sincs a községre. Ez nem a víz. Mikor már vízbe bemerítkezed, az azt jelenti, hogy átadom az életemet az Úrnak, testemet, lelkemet, szellememet, fölveszem a magam keresztjét. Uram, tiéd vagyok! Pál apostol ezt mondta. Élek én már többé, de nem én, él bennem Úr Jézus Krisztus. Amen, ide kell jutni, figyeljetek, ez mindjárt van. Ha ide nem jutunk, akkor majd következő földön lehet gyakorol. Na de itt még azért lesz egy nagyon nagy Isten haragja kitöltetve. De nem lesz az egyszerű. Fú. Na szóval, Máté 5. fejezet 17-18. Ezt az igét már ismeritek. Nagyon jó kis igen, már többször elhangzott az én számból, ami ezt mondja. Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvényeket, vagy a profétákat eltörlésére. De a proféták által íródott a Szentírás. Maga Úr Jézus Krisztus a szeglett kő, és ez a szeglett kőre a proféták és a tanítók által éppen a gyülekezet. Igaz? Valaki kimegy evangélizálni, jó dolgot tesz, de attól még nem épül senki. Csak elmond egy befogadó imát, és ne hazudjátok azt, hogy megtért, ha megtérés meg jó, hogy odébb van, igaz? Ti már tudjátok, mi a megtérés. Bűneinket fölismerve megtérünk belőle. És ez csak Szent Szellem által megy. Magadtól testbűn, ne is próbálkozzon, semmi esély. Csak botladozás, botladozás. Szóval itt ott semmiféle törvény nem lett eltörölve, sem a proféták. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Szeretet át. Hát még ez egy keményítés, nem? Hát bekötöltem. Szeretet át. 18-as igyeres. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta, vagy egyetlen egy pontocska se el nem múlik, amíg mindenben nem teljesen. Na ez a szent profétákon keresztül íródott szent írás. Hát a fogalma sincs annak a személynek, hogy mi a szent írás, aki ilyen Bárók könyve, Énok könyve, meg van fölöttünk még magasabb értelmes lényedek az ufók, ez megint keresztül egy szájába hangzott el kell, hogy mondjam, hát ez egy csillalmas helyzet, miközben az ige azt mondja, megteremtette az Úr a földet minden, és az ember uralma alá helyezte. De hol van te fölötted valaki? Az Úr csak. Senki más. Csak ő van fölötted. Nem ufó meg ilyeneket, ez nevetséges. Hát akik ilyeneket régen azelőtt volt, sokat megfigyelt és mondta, és ment éjjel, nagy homály jött, könnyött, elkapta az autót is, meg minden, és akkor benn voltunk valahol, meg ezt mind az ördög tolta be neki. Mert nincs is ilyen. Nincs is ilyen. Ufogja. Szóval, kedves testvéreim, az Úr nem azért jött, hogy eltörölje, hanem betöltse. Róma 10.4. De oda megyünk.
mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek megigazolása. Törvénynek akkor lesz vége, ez majd a Galatai levél leigazolja, a következő tanításban ez. Akkor betöltötted az összes törvényt, szeretettel. Akkor te látsz, semmiféle törvény nem vonatkozik. Kész. Teljes szabadságban vagy, te már az Úrnál vagy. És az Úré vagy. Ekkor lesz vége. Az igen is írja. És nézzük meg a apostolok, ugye az Isten elküldte őket, hogy Jézus Krisztus apostolokat, az őket hogyan cselekedték meg, amit nekünk is meg kell cselekedni. Mindjárt az elejét, de jól elkezdjük egy pár igébe, leigazolva, ami leigazolja a cselek kettő. Mind a napig, melyet fölvittették, minek utána a parancsolatot adott a Szent Szellem által az apostolok. Miért pontoljon az ige? Mert azt az apostolok írták, a katolikusokról nem beszélve, az egy szégyen gyalázat, hogy a Pálnak a levelét el se fogadják, annak köszönhetjük, hogy itt a Biblia, mert ő a pogányokhoz lett erőteljesen elküldve, és így aztán a Szentírás terjedt, és itt van a parancsolatokat adott Szent Szellem által az apostoloknak, úgyhogy az apostolok csak azt merték cselekedni, amit kaptak parancsolatot Szent Szellem által. Itt írja, akiket választott magának az Úr. Előre kiválasztotta. Pál apostol maga megírja, hogy a föld levetése előtt a már ti voltak. El volt döntve, gondold de föld, most már tudjuk, nem is egy föld, mert már elég az, ezt is tudjuk, és már még előtte el volt már döntve, hogy ez a Pál apostol meg ezt fogja cselekedni, meg az összes többi apostol is. Szóval ez az Úr által volt. Apostol a könyvében vagyunk, itt egy kicsit csemegérünk, azt mondja, első fejezet 5-ös igeres, hogy János ugyan vízzel keresztel, ti azonban Szent Szellemmel fogtok megkeresztelkedni. Nem sok nap múlva. Na milyen proféta volt ez a János is. Ő volt az egyetlen, aki Szent Szelleme be volt töltekezve, írja az ige mindjárt elejé, hogy Úr Jézus Krisztus jött felé, és ő fölismerte. Na itt jön a bárány, az Isten báránya, aki elveszi mindenki bűnét. Senki ő nem ismert, csak egy ember jött neki, az jó van. Ez a János Szent Szellem által tudta, ez a Úr Jézus. Na igen, ez a Szent Szellem. Hát így Szent Szellem, figyelj, buduskák vagyunk, nem kötsz építeni, hát meg kell vallani, ez akkor buduska vagy testi, ott jó napot kívánok. Szóval itt Szent Szellem nélkül nincsen előre haladás testvéreim, a szellemvilágban sem, meg az életünkben sem. 5. fejezet, 8-as igevers. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szent Szellem eljön, ne jártok. Ez kulcs dolgok. Mikor a Szent Szellemet be tudod engedni a szívedbe, hogy az ige nem ide ugrik be, hanem ide, akkor erővel fogsz rendelkezni, és az ördög is látja. Akkor te mondhatod, takarodsz ördög! De le is kell takarodni. Nem ide két van sétű. Hát te kik vagytok, te figyelj már, mert Pált ismerjük, Jézus, és kik vagytok ti? És a ruhát letépték róla, megsebesítette, meggyalázták azt az embert, aki csak utánadta. Mert sok ilyen utánzó van. A gyülekezetben is. Van, aki már Szent Szellemről is beszél, de köze nincs hozzá, hanem már csak betanulta, honnét tudod ezt, mikor nem figyel oda, azért beszentlenkedik is még. Nincs még teljesen megtisztítva. Figyelj! Megyünk tovább. A következő ige. 1.16-os igevers, ott vagyunk továbbra is a apostolok könyvében. Atyám, fiai, férfiak, szükség volt, hogy betelni annak az írásnak, melyet megjövendőlt a Szent Szellem Dávid szája által. Ha milyen hány ezer éve volt ez? És a Új Testamentum, ami beteljesedett. És erre a Szentírásra meri valaki bátor sátán munkásra mondani, hogy ezt emberek írták. Na, ha mi sötétségben van, aki ilyeneket beszél? Brutális. Harapni lehet a sötétséget nála. Figyelj. Atyám, fiai, férfiak, szükség volt betelni annak az írásnak, mely megjövendelt Szent Szellem a Dávid szája által, a Júdás előtt, aki vezetőjük lett azoknak, akik elfogták Jézust. Gondold el, az Old Testamentumban megjövendelte, ez a Júdás fogja elárulni Jézust. Úgy történt? Úgy.
Na ennek a szent profétát. Leírva több ezer évvel előre mi fog történni, és az megtörténik. Na így írodott a Szentírás, és ilyen emberek írták, nem a Józsi bácsi a teológiában, meg a stb. Nem. Hanem szent szellem által. Csak azt merték leírni, amit az Úrtól hallottak. Második fejezet, 38. fejezet, ami ezt mondja. Péter pedig mondta nekik, térjetek meg, keresztelkedjetek meg mindjárt, utána jön a megkeresztelkedés. Jézus Krisztusnak nevében szent szellemi keresztségét beszél, tűzkeresztséget, szent szellem által. Aztán jön a bevelítés. Bűnöknek eltörlésére, mikor te ezt megvallottad, megkeresztelkedtél Jézus neve, bűneid eltörölnek. És veszitek a Szent Szellem ajándékát. Figyelem, itt a sor, benned, itt a sor, én is külön állapítva. Az ajándékot akkor veszed át. Hát itt te le akarjál szolgálni, hát az ajándékot még nem támogatta meg az Úr. Ahogy az igében is írja, én a borsajtóba beteszem, akit szeretek, azt ott megdolgálom, kicsavarja belőle. Na aztán már jó lesz a szolgálat. Mert akkor a Szent Szellem hangját is fogod hallani. És itt ez a kulcs, kedves testvérem, valóban. Halleluja, dicsőség az Úr. 6. fejezet, 8. címesége vers. Ami ezt mondja nekünk, halleluja, dicsőség. Olvasom. Kiket állítotok apostolok elébe, miután imádkoztak, kezeiket reájuk vetették. Ugye ez az István volt, mikor Pótolni körülött 11 apostol volt, a 12. hogy legyen meg. És az Isten igéje növekedik, sokasodik. Nagyon tanítványok száma Jeruzsálemben. A papok közül is nagyon sokan követték a hitet. Na, jó, ott is, aki fölismerte, olyan erő teljesen ment ki az igaz, hogy rájöttek még a papok is, hogy igen, ez az élet útja. Hála Istennek. István pedig teljes lévén hittel és erővel, figyelj, teljes. Csúfgartig betöltekedve. Hittel és erővel. Nagy csodákat, jeleket cselekszik vala a nép között. Előálltak azonban néhányan a szabadosok, cilénusok, alexandriaiak zsinagógájából, valamint néhányan a cilisziriusiak, ázsiaiak körül vitatkoztak Istvánnak. Jött a nagy testi ego, vitába szálltak ezzel Istvánnak, aki nagy gyereket csodákat tett, emberek gyógyultak, szabadultak. De nem állhattak ellene a bölcsességnek, csak próbálkoztak. A Szent Szellem, mely által szólt vala. És ugye kinyírták őt ezeket, nagyon jól tudjuk, olvasom tovább. Akkor felbújtották valami embereket, kik mondának, hallottuk őt káromló beszédet szólni Mózes ellen az Isten ellen. Ez egy paridezsi ellen. Hazudjunk ezt, tehát likvidáljunk. És mindjárt hazudtak. Nem probléma, ez egy paridezsi nagy. Felzendítették a népet, a véneket, az írástudókat, rárohanván magukkal ragadták őt, a tanács elé vitték. És hamis tanúkat állítottak elő, kik mondanák, ez az ember nem szűnik meg káromló beszédeket szólni e szent hely ellen és a törvény ellen. Mert hallottuk, amit mondta, hogy a názáreti Jézus ezt a helyet lerombolja, megváltoztatja a szokásokat, melyeket Mózes hagyott ránk. Hát ez teljesen igaz. Mondta úr Jézus Krisztus, hát az Ószövetséget elvitte, jött az Új Szövetség. És szemeiket reávetették a tanácsbeülők, mindjárt olyanok látták arcáját, mint egy angyalnak arcáját. Na még gyorsan. Mondá pedig a főpap Lajon, így vannak, én hát ezek, ő pedig mondá férfiak, atyám fő, halljátok meg. A dicsőségnek Istene megjelenítő mi atyánknak, Ábrahámnak, mikor Mezopotámiában, mint Áránnak lakott, és mondá nekik, menj ki a földre és a rendességek közül, menj arra a földre, melyet mutatok néktek. Nem olvasom tovább, mert itt a fősorolja, hogy mit cselekedtek, és nincsen már rá idő. Egy a lényege, ez az István Szent Szellemmel betöltekedve,
erővel, nagy gyereket, nagy csodákat tett, hazudtak rá, elfogták, hogy megkövezték, hogy meghalt. És mit mond, mikor kövezték, megnyit neki az ég, látta a mennybe ott fönt az atyát. Uram, Istenem, hát bocsáss meg, nem tudják, mit tesznek. Honnan szeretet? Miközben köveznek téged? Te imádkozó értük. Ez komoly, mi? Ez az igazi szeretet. Nem rója föl a másik ellen. Na, úgyhogy van még hova fejlődünk, dicsőség Istennek. Egy imádsággal befejezzük ezt a mai alkalommal, aztán a következő alkalom is körülbelül ezekről fog szólni, hogy teljes mértékben tudjon mindenki megerősödni és elfogadni azt, hogy a Szentírás, vagy az ige is, hogy a Szent és igaz. Ehhez nincs hozzátéve, nincsen elvéve. Drága mennyei atyám, hálásak vagyunk neked a mai napért, talán. Köszönjük, atyám, ezt a szellemi eredelt. Köszönjük, atyám, hogy te munkálod a mi életünket, Uram Istenem, mi át is akarjuk adni, hogy a Pál apostol mondta. Szellemünket, lelkünket, testünket, a múltat kárnak szemét nekítéljük, és Uram, hogy mi is ki tudjuk a szeretni, hogy élek én már többé, de nem én, él bennem Úr Jézus Krisztus. Drága jóságos mennyei atyám, tudjuk ezt, hogy ez egy nagyon szűk, keskeny, göröngyös út, de Pál apostol is ezt mondta, a hit nemes harcát mindenkinek meg kell vívnia. Uram Istenem, én azért imádkozok mindazok, akik itt vannak és hallották, és mindazok, akik látták és távolból követik ezeket a tanításokat, hogy igazi megtérésre jussanak, és bűnbánatra, hogy ott az igébe elhangzott, hogy az ajándékainkat át tudjuk venni, amit te már a föld levetése előtt már nekünk adtad. Uram, köszönjük a te irgalmasságodat, köszönjük, atyám, a te hosszú tűrésedet, és tudjuk ez mind azért, hogy mi megtérésre jussunk. Uram, megáldom a drága testvéreimet, és mindazokat, akik nézik, követik ezeket a tanításokat. Jézus nevében. Amen. Halleluja.